Sziasztok! Magyar Péterről szeretnék megint mesélni, vagyis a jelenségről, ami, ami így hozzá köthető. Mert szerintem ez most egy nagyon fontos téma, és most tényleg egy történelmi pillanatban vagyunk, és mindannyian a részesei vagyunk ezeknek az eseményeknek, így vagy úgy. Főleg, hogyha valamilyen formában, bármilyen formában megnyilatkozunk az online térben erről az esemény sorozatról, amiben éppen vagyunk, sodrodunk, esetlegesen tevőlegesen részt veszünk, így úgy amúgy. Szóval én azt gondolom... Nem titkoltam soha, hogy én soha nem voltam fidesz szavazó, és soha nem ö, értettem egyet, vagy legalábbis nagyon kevés dologgal értettem egyet. Tehát mondjuk például azzal egyet értettem, hogy a, a gyermekek elleni ö, bűncselekményeknek az elévülési ideje, az megszűnik, és bármikor el lehet venni ezeket az ügyeket, ezt nagyon támogatom mint a gyermekvédelmi törvénynek az egyik része, viszont nyilvánvalóan rettenetesen rémesnek tartom azt, a, azt ami hozzá, hozzá tapasztottak és elterelték egy másik vágányra igazából ezt a témát, mint hogyha a gyermekek elleni bűncselekményeket euh, transfesztitták, LMBTQ emberek követnék el, akik, 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 között, hát gyanítom, ugyanolyan arányban vannak, mint a, mint a heteronormatív világban gyermekek ellen véteket elkövettők, arról nem is beszélve, hogy, hogy, egyszerűen összemosni egy felnőtt ember, vagy két felnőtt ember, vagy akár ugye egy miniszter és 25 felnőtt ember, ugye brüsszeli partira próbálok így kiukadni, önálló, szabad akaratából való egymáshoz csatlakozását és akár elköteleződését összemosni kiskorúak bántalmazásával, kínzásával, velük szemben való visszaéléssel, ez egyszerűen nonsens, tehát ez mindennek az alja. Tehát az, hogy két felnőtt ember, vagy ugye egy vagy huszonöt, igazából mindegy, felnőtt emberek szabad akaratból egymás felé ideig óráig bármeddig örök életre elköteleződnek, ez nem ugyanaz, mint egy életre megnyomorítani egy kiskorút. Egyszerűen olyan szinten gyalázatosnak gondolom. És még nagyon, sokan, nagyon sok dolgot hosszasan tudnék sorolni, amit én felháborítónak tartok, csak tényleg így a legalapabb dolgok, például a, 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 a csoknak a jelenléte, ami ugye az első pár hónapban, akinek sikerült, az még, még tök jól tudott járni, és valóban támogatás volt, de mióta a csok van, azóta az ingatlan árak minimum megduplázottak, és hát kifizethetetlen konkrétan egy, egy, egy ingatlan most már, vagy legalábbis egy nagyon vékony réteg számára elérhető. Illetve hát természetesen nagyon sok más egyéb dolog is kiborít a közbeszédnek a színvonala, ahova süllyedt az, hogy az, hogy milyen személyeskedő, minősítő, ez a lejárató kampány, amiket egyből, aki egy pillanatra is fenyegeti a hatalmat, azonnal megtámadnak milliárdokért, embertelen összegekért, tehát fel nem fogható pénzekért a, a plakátkampányok, az az, hogy a, a, a YouTube videókon, a gyerekmesékbe beékelik a mocskos propagandadumát. Itt Németországban élve ilyen-olyan megafonos szereplőktől kell megtudnom, hogy nem merünk kimozdulni a lakásból, meg hogy a, a, a templomokban nem mernek az emberek húsvétkor bemenni. Aj, oh, édes jó Istenem! teljesen mellesleg egyébként, pont mielőtt ezt a videót sikerült meglátnom, pont azelőtt volt itt a férjemnek az egyik nagyon jó barátja, aki egy nagyon vallásos srác, és azt mondta, hogy azért szereti a húsvét időszakot, mert most a napokban négyszer volt misén, ahogy csodálatos dolgokat hallott. Tehát, hogy így egyszerűen még csak nem is hallunk ilyenekről, és tudjátok, mindig arra gondolok, hogy biztos én nem látom jól, nem veszem észre, hogy itt aztán tényleg terrorkészültség van. Meg, meg, meg tudom, hogy ez egy komoly dolog, és hogy és létező jelenség, meg voltak ilyen-olyan esetek az elmúlt években, tehát nem akarok úgy tenni, mintha itt nem lenne egyáltalán semmilyen probléma, de abban biztos vagyok, hogy én soha nem éreztem magamat Budapest utcáin olyan biztonságban, mint mondjuk itt érzem magamat, és és egyszerűen vérlázítónak találom ezeket az iszonyat durva ferdítéseket, meg ezeket a, ezeket a, tényleg a félelem keltő dolgokat, hogy arra költenek el milliárdokat, hogy a magyar ember rettegjen, hogyha nem a Fidesz marad hatalmon, tehát kvázi túlszul ejtik a nemzetet, hogyha nem a Fidesz marad hatalmon, akkor, akkor itt izé lesz keresztényírtás, terror, gyerekeket átoperálják, tehát ez is egy ilyen vicces dolog, így idézőjelben, mert síralmas amúgy, hogy... hogy hogy akkor, akkor kit, mivel kell ugye riogatni, hogy a Fideszre szavazzanak mégis, csak az egyiket ugye azzal lehet jobban riogatni, hogy a migránsok jönnek, ugye a, nyilván a, 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 a veszély, és hát a másik meg a gyerekek átoperálása, meg a, meg a, a buzivá meg a nem tudom micsoda, e, ma, mit tudom én, horrorisztikus, és ugye ez a kettő meg megüti egymást, tehát az iszlám és a, 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 muszlim világban a homoszexualitás nyilván nem lehet ilyen egységesen kijelenteni, mert, mert keresztény és keresztény között is van teljesen ellentétes nézeteket való, és nyilvánvalóan a muszlim és muszlim között is vannak ellentétes nézeteket való, meg hát nyilván vannak a muszlimok között is melegek természetesen, hiszen ez nem vallásfüggő. És hát, és hát, és hát nagyon, 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 érdekes, hogy tényleg így az egymással kvázi ilyen szemben álló dolgokkal is riogatják a, a, a népet. Aztán a következő a háborúba, hogy bele akarunk menni, lökni háborúba, meg nem tudom. Aztól is ki vagyok, hogy, hogy, hogy a, aki nem Fidesz szavazó, azt baloldalinak bélyegzik. Én például amúgy nagyon sok tekintetben kifejezetten nagyon konzervatív vagyok és egyáltalán nem tartom magam baloldali szavazónak. Vannak ö, a, a konzervatív, ö, konzervatívabb nézetek közül is nagyon sok, amivel maximálisan azonosulni tudok. Ugyanakkor vannak olyan olyan nézetek a, 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 a baloldalinak mondott ö, részből is, de abszolút nem tartom magam se baloldalinak, se jobboldalinak. Van egy csomó érték, amit én fontosnak tartok, a környezettudatosság, az egymással szemben való lojalitás, a, a szociális szférának a, a támogatása elengedhetetlen szerintem az, hogy egy társadalom egészséges legyen, Ö, meg ilyenek. És, és, és az, hogy kritikai gondolkodásra tanítsuk ugye a, a gyerekeinket, meg meg még egy csomó más ilyen érték van, amit én nagyon fontosnak gondolok, az, hogy, hogy ne a pénz, a hatalom, meg a külsőségek, meg nem tudom, mi ilyenek lennek az érték, hanem az, hogy ki mennyire emberséges a másikkal, mennyire tud segíteni a másiknak, hogyan tudja a rászorulót támogatni a maga eszközeivel természetesen, meg, még ilyenek, és, és nekem, nekem ezek a fontos dolgok, és, és, egy csomó olyan dolog, amiben a kormány fektet, hát <laughs> nyilván ugye a hatalom megőrzése elsősorban, számomra iszonyatosan viccás és rettenetesnek találom, és hát arról nem is beszélve, hogy itt milyen mértékű pénzek mennek el ide-oda, mityi mutyi baráti kör, meggazdagszik, rokonság meggazdagszik, de úgy meggazdagszik, hogy ezt fel nem tudod fogni, becsülni. Tehát, hogy múltkor láttam egy ilyen, egy ilyen kalkulációt, hogy az elmúlt években, 2015 óta talán, hogy mennyi pénzt költöttek el kormánypropagandára, és hogy Budapest-től, Siófokig végig puskás Ferenc arénákkal föl lehetne építeni az utat, annyi pénzt költöttek el. Tehát ebből kórházakat lehetett volna felhúzni, betegeket, rászorulókat lehetett volna támogatni, segíteni. És akkor mindeközben, meg persze látom, tudom, hogy mennyien élnek sokkal rosszabbul, a magányugdíj pénztár kipattant, akkor jönnek ezek a izék, a vármegyézés, meg, meg az ispánozás, egyszerűen egyszer nem hiszed, el, tényleg, ami itt történik. És, és mondom, ez az agymosás, ez mindennek a, a legdurvább izéje, tényleg ez az agymosás, ez a rettegésben tartás, hogy Magyarországon kívül aztán mindenhol olyan kurva szar, hogy megőrülsz, de érdekes módon a dolgozni tudó, a családot tudatosan vállaló, gondolkodni tudó embereknek egy kurva nagy része már elhagyta az országot, és furcsa módon nem is megy haza. Szóval egyszerűen az egész rettenet. Na mindegy, hát tudjátok, hogy mi az én véleményem, és és ugyanilyen kritikus vagyok, voltam és leszek a fassággal szemben. Tehát a gyökérséggel, a hatalommániával, a, a pénzéséggel, a megalomániával szemben akárki is van hatalmon, tök mindegy tehát, hogy, 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 én normális értékrendeket támogatom, szeretem, és, és, és csak azt tudom pártolni, és ennyi. Azt, hogy a magyar ellenzék az hol van, meg mit csinál, természetesen ott is vannak, ott is, ott is vannak gyökerek, balfaszok, akikkel nem értek egyet, töketlen lófaszjóskák, de az biztos, hogy a, a kormány iszonyatos, kemény propaganda gyárban Legyártott narratívái az ellenzék lejáratására és elletetlenítésére és heréjének kivájására, az hát elég jól működik. Tehát mondjuk gondoljunk csak Juhász Péterre, aki, aki tényleg elég keményen nekiment a, a, a kormánynak mindenféle valódi ö, megalapozott tényekkel és a csávót olyan szinten lejáratták a legutóbbi választások előtt, hogy konkrétan a sűesztőben ledarálták a csávót. Azt írták róla, meg attól volt hangos a sajtó, meg óriás plakát, meg mit tudom én, hogy a feleségét begyógyszerezte, a napokra, meg nem tudom micsoda, amiből, amiből semmi nem volt igaz. És akkor utána, miután a csávót megsemmisítették, és eltűnt, Utána, ö, hát megírták valódom, állítottuk ezeket a dolgokat, de akkor már teljesen mindegy volt, nyilván már ö, már akkor eltűnt a színről, meg minden mindenkinek a fejébe bekerült, hogy jaj, hát ő azért mégsem olyan feltyetetlen, a uhász Péter, akkor nem szavazunk rá. Holott ö, tényleg arról van szó, hogy a, a bizonytalan tényleg lehet, hogy nem túl oké, okay, és nem száz és nem tökéletes, és az egyértelmű nemzetgyarmatosító ö, közül kell választani, de mégis annyira megijedünk, még mi is, akik nem szavaznánk a Fideszre, a, a, a propagandában izé, sátánt kiáltók programoktól, hogy, 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 hogy egyszerűen még mindig mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy a hatalmon tartsuk a Fideszt. Így vagy úgy. Most én azt gondolom, hogy nem, de amúgy nagyjából a sok-sok-sok ember, akik nem akarják, hogy a Fidesz legyen hatalmon. Aztán... És akkor most jött, tehát nagyon sok ellenzékit iszonyat undorító, elvtelen, aljas, galád módszerekkel, guztustalan, gátlástalan, a tényleg olyan fantáziával rendelkeznek ott, ott a propaganda gyárban, ami, ami egyszerűen egyszer nem tud elhinni. Tehát, hogy, hogy tényleg ez szörnyű, szörnyű, a fantázia is szörnyű, meg amikor történnek azon a fronton, az is szörnyű. Tehát az én fantáziám, Puzsér mondta, hogy őt aztán nem lehet vádolni a Fidesz iránti elfogultsággal, de hogy ilyen, ilyen galátságokat még ő se, ő se tudna feltételezni amúgy. Rettenetes, tehát mint ez a bicskei ügy, ahogyan az egész formálódott, egyszerűen gyomorforgató, gusztustalan a kegyelmi ügyjel együtt. Undorító. Na, és akkor végre van egy ember, aki tehát én nekem meggyőződésem, hogy akkor akkora hatalom van a kormánynak a kezében a média felett, tehát az, hogy ő hány embert tud elérni a plakátokkal, azzal, hogy a gyerekek, youtube on a gyerekek videói közé betesznek, értitek? Propaganda szöveget, annyira vérlázító. Én az én videóimnál, ugye vannak benne reklámok, de én kifejezetten azt jelöltem, hogy politikai témájú reklámok ne legyenek a videóim alatt. Ennek ellenére rendszeresen kapok visszajelzést tőletek, vagy kaptam, nem tudom, mostanában nem, hogy, hogy megjelentek kormánypropagandareklámok kormánypropaganda reklámok az én videóim alatt, és ez azért van, mert ők kurvára inkorrektül nem adják be, hogy az ő hirdetésük politikai témájú hirdetés, értitek? Hanem beadnak valami mást. És ez annyira guztustalan, hogy a gyerekek azt nézik, hogy terror a két izény mese között Terror van, átoperálnak, háborút akarnak, mit tudom én, iszonyatosan, gusztustalan, undorító, elvtelen, hányás az egész. Borzalom. Nem mindegy, tehát hogy olyan szinten érnek el a propagandával nagyon sok embert, és most végre a Magyar Péter tök mindegy tényleg, hogy ki mit gondol róla, hogy egy, egy, egy náciztikus fasz pszichopata ki ugyanolyan lesz majd, mint az Orbán Viktor, vagy, 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 egy messiást, egy szent életű ember, aki egyenes, kemény, karakán, és csak az elvek, és csak az erkölcs, és, és kurva lojális, és ő, őt nem lehet korrumpálni, és nem tudom micsoda, tehát tök mindegy, mit gondolunk róla, ő az az ember, aki először el tudott jutni olyan agyakba is, ahova eddig mondjuk csak a propaganda jutott el, és felnyitotta a kibaszott sok százezer embernek a szemét, hogy itt mi történik. Mert hihetünk akármit erről a csávóról, azt senki nem tagadta, hogy itt milyen mutyik, és milyen iszonyat durva hatalommal való visszaélés történik. Sőt, ugye maguk, és a legdurvább, hogy ugye közülük való, tehát én azt gondolom, hogy senki nem bonthatja már le ezt a rendszert, annyira beépült ide, és annyira durván nagy fölényben vannak a propagandagépezettel, hogy, hogy senki nem bonthatja le ezt a rendszert, csak olyanok, akik belülről jönnek. És most jött egy ilyen fecske, ugye már volt a Simicska így úgy amúgy, de a Simicska ügy, hát szó, szó, nekem már mondtam az előző Magyar Péter témájú videómban, hogy itt most már mindenkiről vannak nagyon-nagyon kompromittáló feljegyzések, dokumentumok, tehát amivel lehet nagyon keményen zsarolni mindenkit a kormányból, én ebben biztos vagyok. És nekem az az érzésem és az a meggyőződésem, hogy egyre többen, akinek mondjuk csak kicsi vesztenivalója van, vagy akinek csak kis simlie van, vagy kis izék, vagy ki lehet magyarázni, hogy ő azért ment bele ebbe a simlibe, mert izé, bizé, bizé. Egyre többen fognak kihugrani ebből a süllyedő hajóból. És itt, itt vége. Én nekem ez a meggyőződésem, hogy ennek itt vége van, és én, én azt gondolom, hogy a magyar Péter az, akinek a segítségével felnyílhatott ennek a romosra traumatizált nemzetnek a szeme. Egyszerűen én azt gondolom, hogy ez az agymosás, ami évek óta tart, és ez 2015 óta konzekvensen, brutális módon, iszonyat primitíven, jelszavakkal, meg... meg full hazug állításokkal, ilyen iszonyat, tényleg ilyen orvelli szókapcsolatokat kitalálva, mint dollárcseléd, meg mit tani, micsoda, tehát, hogy tényleg egyszerűen olyan szinten nevetséges, hogy mindenki, aki egy kicsit is veszélyt jelent a hatalomra, azt átlökik a sátán, sátán oldalára, és egyszerűen gyalázatosnak gondolom ezt. És most jutottunk el oda a Magyar Péternek a megjelenésével, Ugye a Magyar Pétert bármivel is vádolják, azzal egy beismerést tesznek. Ez, ez nagyon durva. Tehát, hogyha azzal vádolják, hogy igen, tíz éven át tudták, hogy veri a feleségét, hát akkor ők miért nem csináltak semmit? Miért hagyták? Azt mondják, hogy a Magyar Péter csak azért került pozíciókban, mert valakinek az ismerőse volt. Hoppá! Akkor ezek szerint ott így működnek a dolgok? Hát ez mind a öcsém. Tehát, hogy ez azért durva. És mivel, mivel, mivel nagyon hangos a propaganda, ezért tényleg csak belülről tudnak emberek lebontani egy ilyen rendszert, nekem ez a meggyőződésem, és most nagyon keményen megrogyott. Megrogyott a stabilitás, mert valaki kijött, lehet, hogy azért mert kijönni, és lehet, hogy azért tudott kijönni, mert egy nácisztikus elvterem, pszichopatan, nem tudom, lehet, hogy azért, mert tényleg ő mesiás, de ezt kétlem minden esetre akármilyen szimpatikus vagy ellenszenves is a csávó, szerintem mindenkinek, aki azt akarja, hogy a kormány eltakarodjon, és ez, a, ez az urambátyám, mi kutyán kölyke elkövethet mindenféle gusztustalanságot, aki meg fenyegeti a mi feudális rendszerünket, az meg, az meg izé a sátánnal, meg a földdel tesszük egyenlővé, ez elvonuljon, és akik építik a, a stadiont, meg a fiszen faszom mindenféle projektekben locsolják a milliárdokat, miközben a haverok kurva jól járnak, aki egy ilyen rendszert szeretne elűzni, annak támogatnia kéne, én azt gondolom, Magyar Péternek a jelenlétét és jelenségét, és biztatni és bátorítani, a nyomja. A csávó nagyon sok embernek felnyitotta a szemét, sok olyan dolgot mondott, amit azt gondolom, hogy az ellenzéki szavazók, vagy akik, akik a Fidesz amúgy -tám sem támogatták, már tudtak, tehát nek számomra semmilyen meglepő nem volt abban, hogy ügyességi ügyekbe belenyúlhat az, akinek úgy van, és izé-izé. Számomra ebben semmi meglepő nem volt. És azt gondolom, hogy mindenki, aki szeretne változást, és szeretne egy európaibb ország felé menni, és nem pedig valami keleten lévő diktatúra felé haladni, Nyilván ez tisztában kell lenni azzal, hogy mi az Európaiság, mert nem az, nem, nem az átoperálás és a muszlim ö, térnyerés, meg a háborúpártiság, mert kurvára nem. Tehát, hogyha szeretnénk, a, hogy, hogy ez a kormány ez, ez véget érjen, akkor ehhez a magyar péter mellé kell állunk. És én megértem a kritikai gondolkodást, és abszolút elfogadom, hogy valakinek ez, meg az, meg az nem szimpatikus, meg felvette a nejét, meg nem tudom micsoda. Ö, ez egy rossz házasság volt, ezt gondolom mindenki számára. Nyilvánvaló, ezt nem tagadta sem a Judit, sem a Péter, mindenki számára ez felvállalt a észrevők számára, hogy ez egy rossz házasság volt. És az, hogy felvette a feleségét, könyörgöm, hát nem, 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 szex közben vette fel pucélon a feleségét és izé, hanem konkrét bűncselekményekről, amik az egész országot megnyomorítják. Tehát nem mindegy, hova vagyok lojális, értitek? A rossz házasságban egy, egy, bántalmazó viszony, ahol én azt gondolom, fingom nincsen, bizonyára tévedhetek, hiszen nincsen semmi rálátásom, de nekem az az érzésem, hogy mind a ketten egymást kurva keményen bántották, gyalázták, alázták. Ez az én megérzésem. És, 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 én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy mit vesz föl. Tehát az, hogyha a feleségét ő, túrja az orrát, és akkor azt viszi ki, gusztustalan, undorító, elvtelen, gerinctelen húzás. De azt veszi föl, hogy a felesége egy egész országot és emberek utcára kerüléséről szóló visszaélést rögzít, az van mindjárt megint más. És előfordult, hogy egy rossz házasságban mondjuk a feleség azt mondja, nem me, ő, nem me, ő nem, me, ő nem me szembefordulni mondjuk a kormányjal, még akkor sem, hogyha ha nem ért egyet és elftelenne gondolja mondjuk a kormány, de fél retteg nem mer szembefordulni, akkor én szerintem teljesen oké, okay, hogyha a férj meg szembe szeretne ezzel fordulni. És akkor ez egy összeférhetetlenség, aminek nyilván vállás az eredménye, de én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, a rész ez rendben van. Tehát lehet etikátlan, undorító, gusztustan dolgokat is a másik ember lejáratására ö, fölvenni a másikról, ami nyilván elvtelen, gusztustalan, undorító, de ez nem az volt. Tehát itt egy bűncselekményről van szó, méghozzá egy kibaszottú, súlyos, évezredesen gusztustalan undorító bűncselekményről van szó. Aminek következtében emberek százai az utcára kerültek, miközben nyerészkedett rajta egy ember, aki utána Louis Vuitton, vagy faszom se tudja, milyen egymilliós cipőbe megy a uh, e, a bíróságra. Tehát egyszerűen annyira szimbolikusan kurva gusztustalan az egész, hogy az őrület. Na, és akkor én azt gondolom, hogy, 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 hogy a Magyar minden, meg Magyar Péter jelenséget, meg a, a, a rendszernek a berepedezését szolgáló mindent érdemes támogatni. Természetesen a kritikai gondolkodással, és, 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 és én azt gondolom, hogy aki a magyar Péterhez csatlakozik és támogatja őt, az egyrészt már egy szemfelnyitott ember lesz. Tehát ő már, sokkal, azok az emberek már sokkal jobban tudnak szimatolni, hogyha korrupció van, eltelenség, gátlástalanság, undorítosság, hatalommal visszaélés, elnyomás, nem tudom micsoda, sokkal jobban észre fogják kezdeni. Tehát akik hozzá csatlakoztak, fogalmam sincs kicsodák ezek az emberek mind változást akarnak. Tehát ha Magyar Péter tényleg egy narcisztikus pszichopata, aki csak a hatalomra és az elismerésre vágyik, ő mellette már olyan emberek vannak, mivel ezekkel a motivációkkal érkezett ő így a köztudatba, akik viszont tényleg változást akarnak, akik, akik azt szeretnék, hogy, hogy magyar ne taposs el a magyart, hogy a magyar ne ugorjon a magyar torkának. És tényleg a, a ezért bizony ebben az egészben, mert hogyha ő bármilyen is, ha megrogyasztja a Fideszt, és maga köré olyan embereket szerez, mondjuk így mindenféle pozíciókba, akik tényleg önként beleálnak beleállnak ebbe, mert látnak egy víziót egy európai Magyarországról, ahol, ahol az ember az embert támogatja, ahol szabadon lehet élni, ahol nem bántjuk egymást, ahol a, a rászorulókat megsegítjük, ahol odafókuszálunk a, az energiáinkkal, ahol, ahol arra szükség van, stb., akkor, akkor itt, egy, itt egy jobb élet reménye van, attól függetlenül, hogy a Magyar Péter ilyen, olyan vagy amolyan, tök mindegy. És, és még amit akartam ebben a témában mondani, hogy, hogy mindenki, aki elbizonytalanít abban, hogy a Magyar Péter ilyen vagy olyan vagy olyan, az mindenki, aki elbizonytalanodik, csak a propaganda gyárnak köszönhető információk birtokában tudott elbizonytalanodni. Tehát, hogyha önmagában csak a csávót látjuk, nézzük, akkor, akkor érezzük azt, hogy uh, de kemény, uh, de tökös, uh, de izé, de a propaganda nyilván a mi agyunkat is meg tudja egy kicsit mahinálni, mert nem lehet ezzel szemben teljesen védekezni. Hiába vagy tudatos, hiába vagy kritikus, azért bekúsznak a bőrünk alá ezek a dolgok, és akkor arról, arról nem is beszélve, hogy, hogy, hogy minden egyes alkalommal, amikor őt valamilyen formában érvénytelenítjük, vagy a súlyát kisebbítjük, azzal, azzal annak a lehetőségét is kisebbítjük, hogy a Fidesz elvonuljon végre, és mondjuk a bűnözők börtönbe kerüljenek. Úgyhogy, úgyhogy én mindenképpen azon vagyok, hogy minden a Magyar Péter jelenséget, mind az egésznek a, a egészet támogatom minden szinten, és akkor uh, arról nem beszéltünk még, hogy a legalacsonyabb becslések szerint is 250 ezer ember volt kint. Ez kibaszott sok ember. Iszonyú sokan, az én ismerettségi körömben is, akik mondjuk még a legutóbbi választásokon is szavaztak a Fideszre, ők is már azt mondják, hogy elég eddig és nem tovább. És én szerintem itt egyetlen dolog lehet kifutni, hogy mindenki, aki most a kormányzatban van, a győ, kivizsgálás, természetesen ezek az én vágyaim, elképzeléseim, kivizsgálás, ki, hogyan csalt, korrumpált, a magammal már hajtotta a vizet, az izé-bizé, megnyomorítva másokat, gátlástalanul, hatalommal való visszaélés, stb. stb., Mindenki, mindenkit egyesével alaposan kivizsgálni, és egy életre örökre minimum eltiltani a közélettől, minimum, minimum, de ha valaki meg bűncselekményt követette, akkor meg nyilván azt lesítelni, hogyha úgy van. Ez a minimum, és, és én nagyon remélem, hogy időközi választások lesznek, és a kormány rájön arra, hogy itt van az a pont, ami a Gyurcsánynál is volt, tehát lemondani, lemondani, lemondani elég volt. Mi vagyunk a nép, a nemzet, mi vagyunk a ti főnökeitek, köcsi, Mi bíztunk meg benneteket egy munkával, mi. Mi. Mi vagyunk a főnökeitek, mi mondunk fel nektek. Úgyhogy csá! És ez az én álláspontom, és ki kell inni egy időközi választást. Jelentkezik, aki jelentkezik, kampányol, ahogy tud, az elveket, a, az értékrendjét megmutatja, és akkor ez alapján lehet egy időközi választást, én azt gondolom, kiírni. És hát nagyon nehéz a téma, de most már bekerült a köztudatba és a közbeszédbe az, hogy lojálisnak lenni, az mennyire fontos, hogy emberségesnek lenni, nem visszaélni a hatalommal és hogy tényleg egy egy európai élhetőbb ö, életet teremteni, az mennyire fontos, óriási jelentőségű, hogy ne a smogban, a retekben, a szutyokban, a rohadásban milliárdokat belocsolunk projektekbe, és utána hagyjuk lerohadni az egészet a picsába, El, elképesztő, borzasztó, rettenetes, az, hogy magyar a magyarnak a halálát kívánja, például a, a Tóth Gabinak a izéje, Tótgabi is szegény, én, én sajnálom amúgy azt a nőt, megint meg, meg tényleg senkit nem gondolom, hogy személyeskedő módon, undorítóan becsmérelni kell. Az, amit tesz, azon, az, azon, azon, azon lehet egy véleményt alkotni, de azt gondolom, hogy nem, nem ismeri senki a Tótgabit a legközelebbi hozzatartozóin kívül. Tehát bárki, aki megfogalmaz vele szemben bármilyen véleményt ő magáról, az valószínűleg tévedni fog. Tehát én például nagyon azt is nagyon visszásnak tartom, amikor mondjuk az Orbán Viktornak az alkatát emlegetik, meg hogy, hogy milyen formája van, meg, meg, meg nem tudom, a Tóth Gabinak is a személyeskedő, undorító kommenteket, amiket ő kap, mélységesen elítélem, és guztustalannak tartom, és egyáltalán nyilvánvalóan nem azzal van a probléma, hogy kinek milyen az alkata, vagy milyen a személyes magánélete, hanem a probléma az mindig azzal van, amit tesz, vagy amit éppen ugye nem tesz, nem akadályoz, meg mondjuk ilyen-olyan dolgokat, az a probléma, és, és amúgy a közbeszéd az azért sűjt idáig, mert a, a kormányzat propaganda ezt a gyalázatos, undorító stílust megmerte magának engedni ezekkel az undorító jelszavakkal, amik hazugságok, amúgy me mellesleg senki nem háború párti, senki nem akarja átoperálni a gyerekeket, senki nem szeretné, hogy iszlamizálódjon Európa, de még azok a ideérkező muszlimok sem, akik, akik mondjuk Európába bekerültek, és na mindegy, egyszerűen őrület az egész. Tehát őrület, ez az, az alternatív valóság teljesen, és, és, innen Németországból nézni ezt, ez, ez a legdurvább esküszöm. Tehát amikor én megláttam ezt a videót, ami arról szólt, hogy a németeknél terror izé van a húsvéti izé alatt, meg hogy, meg hogy, a templomokban nem bennek az emberek menni, és itt a környékünkön, tehát mondjuk egy olyan, egy olyan 100 kilométeres átmérőjű körben, így is mindenfelé ismerünk településeket, településekről embereket, innen-onnan vannak barátok, ismerősök, mit tudom én, magyarok is, németek is, mindenféle nemzetiségűek, és hogy senkitől ilyen visszajelzést még csak nem is tapasztaltam, sőt, inkább az ellenkezőjét, hogy szépen készülnek, milyen nagyon katolikus vidéken lakunk, szépen készülnek a húsvétra, az óvodában, mindenhol, templomba mentek az óvodában a gyerekek, igen, a muszlim és a zsidó gyerekek és templomba mennek. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon tradicionális, itt, itt a környékünkön minden, is egyszerűen egyszerűen örülhet. Na, tényleg. Biztos nem mindenhol ugyanez van, ezt én nem gondolom, hogy mindenhol ugyanez lenne, de az, hogy én itt élek Németországban kilenc éve, és amint a kormány propaganda nyomat az iszlamizációról, meg a nem tudom miről, hogy, hogy, hogy én abból nem érzékelek semmit, ez, ez lehetséges? Ha ne vicceljünk, már. Ne vicceljünk már. És igen, látok uh, külföldieket, látok uh, kendőben hölgyeket, látok uh, közel érkező férfiakat, családokat. Itt a faluban is lakik uh, két-három közelkeletről keletről érkezett család, és, és full együtt működünk, és együtt mulatunk, és táncolunk a, a, a falusi búcsúban. És a gyerek meg ugyanúgy jön a zsúrra, és, és izé ennyi és oké, okay, fenntartom azt, hogy, hogy, hogy lehet, hogy nekünk csak itt, csak itt a mi száz kilométeres körzetünkben van itt rendben, amúgy mindenhol borzasztó, de azért mégiscsak olyan fura, hogy azért kilenc éve itt vagyunk, és, 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 egyszerűen nem értem tényleg. Szóval nagyon durván találom. Na és akkor a lényeg az, hogy, hogy szerintem ideje támogatni mindenkinek, és egyre többen, és most már kibaszott sokan fideszesek, és akár konkrétan a kondérhoz is nagyon közel lévő kis már, már a Magyar Péter támogatják, és kormányváltást akarnak, és én azt gondolom, hogy egy időközi választás, amire szükség van, iszonyat nagy szükség van arra, hogy, 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 teret kapjon a közszolgálati médiában minden ellenzéki képviselő, vagy aki képviselheti az ellenzéket, vagy, vagy más álláspontokat. Nagyon-nagyon fontos. Az, hogy megszűnjön ez a pénz, a locsolás a propagandára, ami hazugsággal, undarító, személyeskedő, gyomorforgató állításokat fogalmaz meg, az tűnjön el. Ö, nagyon fontosnak gondolom, hogy kerüljön rögzítésre, hogy soha többé két ciklusnál tovább senki nem küldött hatalomra, mert én azt gondolom, hogy az emberek 90%-a. 90 ának nagy problémája van, személyiségzavaroktól kezdve, mentális betegségekig, különböző kompenzációk mondjuk a gyerekkori veszteségekből, mindenféle hiányokból, érzelmi hiányokból, érzelmileg instabil, mit tudom én. Tehát én azt gondolom, hogy két ciklusnyi hatalom az embernek az eszét el tudja venni, és két ciklus után én azt gondolom, hogy mindenkinek mennie kell, akárkinek, Jézusnak, Butának, mindenkinek és semmiképp soha többé ne lehessen ö, teljhatalom. Tehát az, hogy, az, hogy ez a kétharmad, ez, ami, ami teljesen ellehetetleníti a, a, az összes többinek a jelenlétét, és az országnak egy nagyon nagy részét senki nem képviseli tulajdonképpen, ez, ez soha ne történhessen meg és az, hogy korlátlanul hatalma, hatalmon lévő, akinek ilyen teljhatalma van, így átírni, úgy átírni, amúgy átírni a dolgokat, ez ez soha ne történhessen meg. Tehát az, hogy a jogot és a szabályokat, törvényeket úgy formálja, hogy számára az, az komfortos, és aki, ami az ő érdekeit szolgálja, beleértve ugye a, a választás során a, a, a így úgy átformálták a körzeteket, hogy mindenképpen a pálya ugye lejtsen. Na, úgyhogy ezek az én gondolataim, tehát most itt az idő, most vagy soha, és végre olyan jó érzés volt, olyan jó érzés volt, Istenem, hogy végre mondhattam, hogy magyar vagyok, hogy kitettem az Instagramra egy magyar zászlót, mert nem az jut eszembe róla, hogy, hogy, hogy amikor itt találkozom, akkor megkérdezik, miért vagytok fasiszták? miért vagytok uh, izé iszlamofóbók, miért vagytok... Uh, nem tudom, miért támogatjátok Orbán Viktort, aki, aki, aki ilyeneket meg csinál, és így mindjárt mondjuk, nem, 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 mi nem támogatjuk, nem támogatjuk. És, és egyszerűen sokszor éreztem azt, hogy szégyen magyarnak lenni, és igyekszem mint mindenhol, bárhol élnék jó ember lenni, és, és normális értékrendek mentén fenntartani az életünket és, és ezzel megmutatni azt, hogy igen, rendes, kedves emberek a magyarok, és azt gondolom, hogy tök jól haladunk, és nagyon sok nagyszerű embert megismertünk, akik szeretnek bennünket, befogadtak minket, és már ősi helyi lakosként kezelnek itt a faluban is, és, és számíthatnak ránk, és most is itt önkéntes munkában volt a férjem egész hétvégén, nagy munkában, mert, mert építjük, szépítjük, óvjuk a települést, ahol lakunk, és és, és ennyi, és egyszerűen nekünk fontos az, hogy a közösség, ahol vagyunk, ott, ott, ott ott, ott, jó viszonyokat építsünk egymással, és vigyázzunk, és óvjuk a környezeteinket, a kapcsolatunkat egymással, hogy számíthassunk egymásra, hogy tudjunk adni egymásnak, hogyha arról van szó, hogy merjünk egymástól segítséget kérni, még mit tudom én. Tehát hogy ezek számunkra nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy tisztelettel beszéljünk egymással, elfogadással, nyitottan álljunk egymáshoz, stb. És, és akkor mi így próbálunk, így, próbáljuk így hát lemosni a gyanázatot, ami, ami, ami ránk tapadt, így, az akaratunkon kívül, meg önhibánkon kívül, és olyan jó érzés volt látni ezt az irgalmatlan mennyiségű embert magyar zászlóval, ahol kurvára nem számít, hogy ki konzervatív, ki baloldali, ki milyen értékeket val, és amúgy mindig onnan lehet tudni, hogy valaki nincsen rendben, hogy elvakultan csak az egyikben nulla kritika, csak istenítés, akkor az nem normális. És ugyanez igaz a fordítottjára, is, ha valaki csak gyűlölök, csak elítélek, akkor ott én velem van a baj. És, és, és ez egy nagyon fontos dolog. És ezért én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta gondolkodás, amit a kormány képvisel, tehát az hogy, az, hogy mindenkit ledarálni, aki egy picit is a hatalmunkat megingathatja, vagy ezt az óriási tejhatalmunkat egy picit csorbíthatja, azt, azt ledaráljuk bármilyen eszközzel, ez, ez rettenet, tehát ez a rettenet, és ez semmilyen formában nem fér bele. És én azt gondolom, hogy végre, itt az idő arra, hogy ez megoldjon, ez a rendszer letérdeljen. És Orbán Viktor megtehette volna mondjuk, ha még, még 8 évvel ezelőtt lemond, és abba hagyja a kormányzást, hogy ő egy ilyen nagy hírű politikusként kerüljön be a történelemkönyvekbe, de ő most egy ö, kocsonyaként fog kb. bevonulni szerintem a történelemkönyvekbe, és iszonyatok azok, iszonyatos károk azok, amik itt maradnak. Tehát az, hogy titkosítottak olyan ügyeket, hogy egyszerűen titkosítottak ügyeket. Tehát miért? Mi, mit kell titkosítani? Olyanokat titkosítottak meg, nem tudom, öcsém, nem tudom, tényleg nem nemzetbiztonsági ügyekről van szó, vagy ilyesmit, tehát nem, nem tudom. Ja, meg, meg az is tényleg egy fontos momentum, még ennek a dolognak, ennek az egész Magyar Péter jelenségnek, hogy a Magyar Péter mondta, hogy, hogy tudja, hogy lehallgatták a kocsiban, a lakásában a telefonjait, a telefonbeszélgetéseit, mindent. És hogy ő hozzájárul ahhoz, hogy mindent hozzanak csak nyugodtan nyilvánosságra, mert akkor itt nyilvánosságra kerülnek azok a párbeszédek is, mondjuk a Varga Judit, ahol a Varga Judit elárulja azt, hogy ez egy maffia kormány, ahol tényleg a maffia módszereivel dolgoznak, és, és, zsarolással, sakban tartanak embereket, stb. 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 Na, szóval nagyon-nagyon durva a helyzet. Nagyon durva a helyzet. Meg az, hogy az állami számvevőszék elnökével jár most a volt igazságügyi miniszter, azért az is elég meredek. Ez is elég meredek, és azért felvett kérdéseket a szerelem győzedelmeskedik, ugye, mindig. Na, szóval ennyit akartam mondani, és hát én mindenképpen a térdreesés, térdreesést, megrogyást és a rendszer repedését és szétrobbanását támogatom természetesen képletesen, személyi sérülést nem kívánok senkinek, de bízom az igazságszolgáltatásban, akárha nem is most, hanem mondjuk egy későbbi kevésbé be, be drótozott <laughs> igazságszolgáltatásban, és minden szinten, ahogy én tőlem telik, támogatom ezt a, ezt a hullámot, ami most úgy tűnik, hogy, hogy, hogy tényleg végleg megmutatta, hogy a császár mesztelen. És kész. Na, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!